Hát ez a videó is egy unboxing videó lesz, melyben nem egy kiadványt fogok bemutatni nektek, hanem egy csomagot, méghozzá ezt a csomagot, mely a magyarországi express.hu-tól érkezett. Sziasztok, Norbert vagyok, és üdvözöllek benneteket a csatornámon. Hát itt is van mellettem ez a bazina csomag, mely a magyarországi express.hu webshoptól érkezett. Azért mondom, hogy magyarországi, mert szerintem többen nem tudjátok, hogy én bizony külföldön vagyok. Lassan már 10. éve annak, hogy úgy döntöttem, Ausztriába költözök, és azóta is itt élek, és itt is dolgozom, és ide is kértem ennek a csomagnak a kézbesítését. Hát szerintem most sokan felteszitek a kérdést, hogy szállít az Express külföldre. Hát sajnos erre nem tudok egyértelmű választ adni, csak annyit, hogy igenis, meg nem is, az biztos, hogy az oldalukon feltüntetett szállítási opciók között nem szerepel a külföldre történő szállítás, mint opció, de hát szerintem ezekben a nehéz időkben hajlandóak ők is rugalmasan kezelni ezeket a kéréseket, és simán ki fogják küldeni a rendelést külföldi címre is, mint ahogy azt az én esetemben is tették. Bevallom nektek őszintén, hogy nem ez az első Express-es csomag, amit az itthoni címemen megkapok. Ha jól számolom, akkor ez már a harmadik, és ezzel a videóval szeretném segíteni azokat a hozzám hasonlóan külföldön ragadt honfitársaimat, filmgyűjtő társaimat, akik a koronavírus miatti korlátozások miatt nem, vagy csak nagyon ritkán tudnak Magyarországra menni, hogy továbbra is támogatni tudják a magyar piacot, és ezáltal onnan tudjanak rendelni magyar kiadású kiadványokat. Bízom benne, hogy az Expresshez befutott kéréseket az Express rugalmasan fogja kezelni, és mindegyiket ki fogja küldeni a külföldi címre. Na, és akkor mit kell ahhoz tenned, hogy külföldi címre is megkaphasd a rendelésed? Tehát elsősorban át kell állítanod a címed a külföldi címre, amit ugye megtehetsz az adminisztrációs felületen. Miután ez megvan, levelet kell, vagy üzenetet kell küldened az Expressnek, melyben pontosan leírod, hogy milyen kiadványokat szeretnél kiküldetni, illetve hogy pontosan hova. Szerintem itt elég csak az országot megírni. Az Express pár nap múlva majd válaszolni fog, és el fogják neked mondani, hogy pontosan milyen feltételek mellett tudják feldolgozni a csomagodat. Hát fognak mondani majd egy számlaszámot, illetve majd egy szállítási költséget. A szállítási költséget viszont majd hozzá kell adnod értelemszerűen a megrendelt áruk összegéhez, és az egész összeget majd az Express-es számlaszámra kell átutalnod előre, forintban. Hát mi van akkor, hogyha nincs magyar bankszámlád, ugye ez egy picit bonyolítani szokta a dolgokat, hát nekem sincs. És hát már szerencsére vannak erre megoldások a neten, hadd ne mondjak példákat, de ha valaki példákat akar, akkor tényleg ott van a Revolut, ott van a TransferWise. Ezek segítségével gyorsan és viszonylag olcsón tudsz forint alapú átutalásokat is lebonyolítani külföldről. Azt hiszem, hogy csak egy bankkártya kell hozzá, vagy pedig egy külföldi számlaszám. Bankkártyával gyorsabb, számlaszámmal kicsit lassabb az utalás, mert még bevárják, míg megérkezik a pénz a Revolutos vagy TransferWise-os számlára. Szóval ezeken keresztül tudsz átutalást bonyolítani, és miután átutaltad a pénzt, érdemes azért még egy üzenetet az Expressnek küldeni, melyben ugye értesíted őket, hogy a pénz az összeg átutalásra kerül. Ha minden rendben megy, akkor pár napon belül remélhetőleg feldolgozzák a rendelésedet, és utána az általad megadott címre fogják kiküldeni a rendelést. Annyit el kell mondjak még, hogy a rendelés kiszállítása a GLS-sel történik, ami egyáltalán nem olcsó, de hát én úgy vagyok vele, hogy valamit valamiért, örülök, hogy egyáltalán van ilyen opció, és hát általában az ember, hogyha külföldre kér valamit, akkor nem egy-egy kiadványt rendel, hanem rendel mondjuk 60-70 ezer forintért, és ahhoz már az a plusz 5-6 ezer forint már igazán nem tétel. Azt nem tudom, hogy más országokban mennyi a kiszállítás összege, de ide Ausztriában én 5300 forintot szoktam fizetni a kiszállításért, ami szerintem elég baráti ár a GLS-hez képest.
Na, úgyhogy ennyit akartam elmondani a külföldi szállítással kapcsolatban. Még egyszer elmondom azt, hogy bízom abban, hogy az Express rugalmasan fogja kezelni a hozzájuk befutó kéréseket, és remélem, bízom abban, hogy 2021-ben a külföldre történő szállítás, ahogyan a kártyás fizetési opció is felkerül a plusz szállítási opciók közé, illetve hát fizetési opciók közé. Na, és akkor itt is van előttem ez a csomag, ahhoz, hogy elhiggyétek nekem, hogy ez tényleg külföldre került kiszállításra, oda bemutatom nektek a címkét, ahol látjátok, hogy Bécs volt a címzett város, és az én nevem is ott van, úgyhogy ezt a csomagot én kaptam. Elég gyorsan ideért, azt hiszem, hogy 3 nap volt, hogy ideért. Szerdán adták föl, vagy hol? Pénteken, nem, bocsánat, pénteken adták föl, és kedden jött meg. Úgyhogy szerintem ez elég jó idő volt, és most akkor elő is veszem itt a késemet, hogy fel tudjam bontani ezt a csomagot. Ahogy látjátok, elég nagy ez a csomag, azt hiszem, hogy 20 kiadvány van benne, vannak benne steelbookok, van benne egy digipack is, de hát mindegy, most nem menjek annyira előre, most fel is bontom ezt a csomagot. Még annyi jó tanács egyébként azoknak, akik külföldre szeretnék a csomagjukat megkapni, hogy azért a megjegyzés rovatba oda lehet írni, hogy jól csomagolják be a kiadványokat, mert hát ugye nem csak egy országon belül utazik, hanem külföldre is. Na, és akkor nézzük is meg, hogy mi van itt. Hát azért ki van tömve ez is rendesen, itt vannak benne ilyen mindenféle papírok, azért gondolom, hogy ne mozogjon a belső jó sok papír, jó sok szemét, és akkor hoppá, itt van benne az, amiben gondolom az általam rendelt kiadványok vannak, hát alul is még ugye van pár kitöltő anyag, hát ezek papírok, meg ilyen egy ilyen, amit én fartbagnek hívok, egy ilyen, hogy is mondják ezt, levegővel kitöltött párnácskák, igen. No, szóval itt van ez a doboz, ami most már azt a 20 kiadványt tartalmazza, amit megrendeltem, és ezt most már óvatosan fogom fölbontani, nehogy valami megsérüljön. És hát rendeltem karácsonyi filmeket is, még hozzá DVD-n, ami azért elég szokatlan, és így néz ki, hoppá, most így megmutatom, hogy középen legyen, így néz ki a belső, ahogy látjátok, most már látjátok is, hogy milyen kiadványok vannak benne, hát akkor kezdeném először a DVD-kkel. Itt van Leslie Nielsen főszereplésével készült, ki a télapó, bocsánat, lejjebb rakom, így már látszik is. Akkor jöjjön egy hivatali karácsony. Imádom ezt a filmet. Ha ilyen cégbe dolgoznék, ahol ilyen volna a karácsonyi buli, akkor azt mondom, hogy még szívesen el is mennék minden évbe. Szerencsére most a koronavírus korlátozások miatt karácsonyi buli nem volt, de ezt meg ne hallják a főnökeim. Na, és akkor jöjjön itt egy következő DVD. Tele van DVD-vel a csomag. Télbratyó, ezt nemrég láttam, és nekem nagyon tetszett. Akkor itt van a Holiday. Ez még az első kiadás, még volt az Expressnek egy darab, és azt most nekem sikerült elvinnem. Na, és akkor itt van egy újabb karácsonyi, a tapló télapó. Akkor itt van, akkor itt van ennek a második része, tapló télapó 2. És akkor most nem igazán karácsonyi, de itt van a Rossz anyák, amit én egyébként megvettem volna rögtön Blu-ray-en, imádom ezt a filmet, mint ahogy a karácsonyi párját is, a Rossz anyák karácsonya, ez nálam minden évben előkerül a karácsonyi programként. Na, és akkor van itt még egy DVD, ez a Macskafogó Digipack. Hát nagyon sajnálom, hogy a felújított változat végül is csak egy DVD kiadást él meg.
én elvártam volna belőle, ha nem is egy 4K-s változatot, de minimum egy Blu-ray-t, ha már ráköltenek annyi pénzt a felújításra, nem hiszem el, hogy nem érte volna meg ezzel a külsővel Blu-ray lemezeket akár egy 6-7-8 ezer forintos áron kiadni. Szerintem a karácsony előtt vitték volna, mint a cukrot, mert ugye ez egy klasszikus magyar rajzfilm. Na, akkor ezek voltak a DVD-k, és akkor most jöjjenek a Blu-ray-ek. Hát van itt egy Jégvarázs, ezt nemrég vettem észre, hogy még kapható, és ez majd Steelbookban jó lesz a lemez, már korábban megvolt, és akkor itt van a 21 Jump Street, a kopasz osztag, ez is majd Steelbookban megy, legalábbis ebből a lemez. Akkor itt van egy ilyen dual pack, a Zombieland, a 30 perc, vagy annyi se. Igen, ez a pontos magyar címe. Hát ebből nekem csak a Zombieland lemeze fog kelleni, majd Steelbookban megy. Itt van egy újabb V, mint vérbosszú, hát korábban már rendeltem, aki követi az Instagramomat, az láthatta, hogy rendeltem kettőt, de itt van egy harmadik, ez is majd Steelbookban megy, és akkor várjunk, csak van itt kettő, Halálos Iramban 6. Hát a többi részét azt a csehektől megvettem, itt a második példány is, csak hogy lássátok, hogy kettő van, de a hatodikon pont nem a csehekkel vagyunk egy lemezen, úgyhogy beszereztem belőle kettőt, és ezek majd Steelbookba mennek. Akkor itt van Staten Island királya, ez egy új megjelenés, úgyhogy ezt bezsákoltam, és akkor most jöjjenek a Steelbookok. Van itt egy 47 Ronin, ez már hónapok óta félre volt nekem téve, most már átvettem, tudom, jönni fog belőle majd egy facis, igen, az is majd jönni fog, de hát most itt van a Steelbook, és akkor itt van a Chernobyl Steelbook. Hát ebből gondolkodtam, hogy megvegyem-e a műanyagtokos kiadást is, mert szeretnék belőle egy másik fajta steelbookot is, és abban is szeretnék majd magyar lemezeket, de aztán úgy voltam vele, hogy lesz ez még akciós, hát nem lesz, mert jól elfogyott. És akkor itt vannak még a Tenet steelek, az egyik a sima Blu-ray plusz bónusz steelbook, szintén új megjelenés, ahogy a Chernobyl is az volt, és itt van a 4K-s Tenet. Úgyhogy ezeket fogom majd a karácsonyi szünetben megnézni, mert általában ilyenkor én 2 vagy 3 hét szabit ki szoktam venni, úgyhogy lesz idő arra, hogy behozzam a lemaradásomat filmes téren. Úgyhogy ennyi volt az Express csomagom bemutatása. Remélem, hogy tudtam érdemi információval szolgálni azoknak, akik hozzám hasonlóan külföldön élnek, de ugyanakkor szeretnék továbbra is Magyarországról beszerezni a kiadványaikat. És remélem, hogy az Express nem vette tolakodásnak ezt a videómat, és tényleg rugalmasan fogják kezelni a továbbiakban is a hasonló kéréseket. Úgyhogy ennyi volt ez a videó, hamarosan jövök vissza a karácsonyi filmes videómmal, úgyhogy addig nézzétek meg a többi videómat is, legyen szép napotok, ja, és legyetek jók, sziasztok!